Ligetiről tudni kell, hogy nagyon gyorsan reflektált a külföldi hatásokra, és beépítette a művészetébe, de ugyanakkor továbbra is képviselt ezt a nemzeti hagyományt. Az arcunkkal képviseljük, illetve képviseltetjük a személyiségünket, és ezek a rezdülések, ezek aktuálissá teszik a portréval való foglalatosságot egy szobrász számára még inkább. Törekedtem az arcot homályba burkolni, és az alakkal kifejezni, amit gondoltam, misztikussá tenni azt, mi titok volt és marad. Így gondolkodott Ligeti Miklós Anonymous című szobráról, amelynek makettje a Magyar Nemzeti Galériában, kész szobra pedig a Városligetben található. Egy ilyen félhomályos, vagy burkolt, vagy rejtett állapotban az alkotó néha megenged magának olyan vonásokat, vagy olyan személyesebb információkat, tartalmakat, amiket, hogyha mondjuk láthatóan kellene megmintázni, akkor másképp csinálná, vagy visszafogná. Anonymous, vagyis névtelen. A szobor szereplőjéről valóban kevés az információnk, elgondolkodtató alkotás, akinek titkait szeretnénk megfejteni. A penna Anonymous kezében egyfajta csúcspontja a szobornak, szerepe legalább olyan fontos, mint a balján elhelyezkedő könyv, vagy az arc nélküliség kihangsúlyozása. A történészek konszenzusa alapján most úgy tartják, hogy harmadik Béla krónikása volt, és a nevéhez fűződik a Gesta Hungarorum című krónika, és ebben a magyarok honfoglaláskori történetét örökítette meg Anonymous. A 19. század szobrászatában a monumentális köztéri emlékmű szobrászat meghatározó szerepet játszott. A cél a nemzeti hősök felemelése volt. Éppen ezért 1897-ben Ferenc József pénzt adományozott a magyar államnak, hogy elkészülhessen 10 történelmi szobor, amelyeknek egyike Anonymous volt, akinek ülő alkalmatossága a jövő építészetét idézi. A titokzatos bronzalakot nem nézte mindenki jó szemmel, sőt, többek között Strobl Alajos is a misztikumot és az aszimmetrikus elhelyezést kifogásolta. Azért volt, aki mellé állt, például Fadrusz János, ő kimondottan megvédte Ligetit, és azt mondta, hogy ha ez a mű, amit látott ugye a bronz makett alapján, ha egyszer megvalósul, akkor ez a szobor le fogja tenni a modern művészet alapköveit. Most a bronz makettet látjuk, de megvalósult 1903-ban a nagy történeti emlékmű, ami most a Városligetben található, és ott igazán kijön az, hogy amikor reflektorban világítják meg a csuklyás alakot, vagy teljesen természetes fényben, hogy játszik a fény és árnyék hatás, ugye a teljesen sötétbe burkolt arcon. Anonymous napjainkban is hatással van az emberekre. Ijesztő, misztikus alak, akinek arca és arctalansága úgy mesél, hogy közben nem kell megszólalnia.